hangja, meg a videóval, meg minden mással. Kékmák, igazából mindent le fogok bontani nektek a chronometer.com oldalon. Ezt csak azért mutatom, hogy ezt fogjuk ma elérni. Na, ez lett az adagom. Meg lehet nézni, ez körülbelül szerintem 2 liter, úgyhogy ezt most beküldjük. És irány vissza a munkába, úgyhogy senkinek nem lehet kifogása, hogy ez sokáig tart. Ez körülbelül 3 perc volt. Egészségetekre! Közben kijöttünk egy picit sétálni, kijöttünk Királyi Többesben, kijöttem egy kicsit sétálni. Igazából mentem egy kört, kicsit szusszanok, lenyugszom. Megvolt ugye már a reggelink, megvolt az ebédünk, a smoothing, és most a séta után keresünk egy nyugodt környezetet, mondjuk a lakást, ahol fölveszek egy másik vlogot, illetve elkészítjük az uzsonnát, mert most már kezdünk belecsúszni a 6 órás vagy 4 órás intervallumba, amikor el lehet kezdeni enni. De igazat megvalva, a smoothie után nem nagyon vagyok éhes, de mivel az utóbbi időben olyan rengeteget mozogtam és sportoltam és dolgoztam, ezért igazából nem lesz ez semmi probléma, hogyha beviszik egy kis többlet kalóriát. Úgyhogy ennyi volt a séta, és megyünk tovább egy kicsit nyugodtabb környezetből most. Azt, hogy ez az elővacsorám az edzés utáni nyugtató, relaxáló rituálé. Srácok, igazából ez nagyon finom. Ez egy osztrák parasztkenyér, teljes kérlésű liszt, rozsliszt. Itt csinálják egy kis bioboltban, teljesen házi minden, és isteni.
én onnan különböztetem meg, vagy onnan tudom azt, hogy egy kenyér mennyire jó, vagy mennyire fekszik meg a gyomromat, hogy kipróbálom. De az alapkövetelmény az az, hogy mindig teljes kérdésű legyen, ne legyen benne cukor, ne legyen benne semmilyen felesleges adalékanyag, ha lehet, akkor élesztő se, hanem legyen kovászos, és igazából az avokádó rajta, rengeteg paradicsom, uborka, paprika, egyetek minél több zöldet, zöldséget, annyit, amennyit bírtok, és ha lehet, akkor már nagyon extrák vagytok, hogyha ezt mind a kertből szerzitek be. Úgyhogy menjünk tovább. Nagyon szeretek YouTube-ot nézni, és mindig informálódni a legújabb dolgokról, és találtam egy hihetetlen öreget, aki egy művész, és a szakrális geometriát használja az építészettel. Nézzétek meg! I think I started in 82, kind of moved in 88 or whatever. And then... And I'm really big in to the sacred geometry of the spiral and how the spiral is how energy moves. A lot of my work, I don't really feel like I'm just building buildings anymore. I'm creating energy vortexing machines that actually transform human consciousness. Nature's the greatest artist, you know, and I mean, nobody else is as good as nature. And so when I can borrow from nature and use her in my art, then my art becomes much more powerful. Együtt él a házaival. A házak élnek, lélegeznek, be van nőve fűvel, fával. Tudom, hogy ez sokatoknak, akik hozzászoktak a városi élethez, ez új dolog lehet, vagy fura lehet, de csodálatos. You know, be in nature. And allow that to work on you, because it will work on you. And in seeing nature, you automatically get the sense of... Jó estét mindenkinek, sziasztok! Nem tudom, hogy miért köszönök be mindig, hiszen elvileg a videó az megy folyamatosan tovább. De a lényeg az az, hogy remélem, hogy láttok, mert fogalmam sincs, én nem látom a kijelzőt. Elérkeztünk a vacsorához, és már nagyon fáradt vagyok, nem is mondom, hogy hány óra van, mert még a harcosok sem esznek ilyen későn, de hát ez van, ha az ember dolgozik, és van egy helyzet, akkor alkalmazkodni kell a helyzethez. Úgyhogy elérkeztünk a vacsorához, ami ugye elvileg a harmadik étkezés. Ha a reggeli dinnyéket nem számoljuk, de azt is számoljuk, akkor sokadik étkezés már, és ezt a tésztát is rakjuk bele szépen a kronométerbe, és mérjük le azt, hogy mennyi tápértéke van. Ez egy nagyon egyszerű vacsora most. Igazából én akartam hozzárakni egy kis biolencsét, de már nem volt erőm azt is megfőzni, pedig már beáztattam. Ez egy bio, teljes kiörlésű penne tészta, amihez kaptam kertből, innen egy ekkora, hát most csak egy kezem van, mert a másikkal kamerázok, de egy ekkora cukkinit egy itteni barátomtól, helyi, és hagyma van még benne, napraforgó mag, és igazából ennyi. Nem akartam túlzásba vinni, ja, igen, és a végén raktam hozzá még friss paradicsomot, és hogyha lenne még baby spenótom, akkor raknék hozzá még azt is, de nincsen, úgyhogy azt most nem rakok. Úgyhogy ez lett az. És végre elérkeztünk a chronometer.com-hoz. Ez a program, itt látjátok, chronometer.com. És a program az úgy működik. Gyorsan áttekintjük az egészet. Itt van ez a rész. Látjátok? Ide tudjátok bepakolni az összes élelmiszert, amit ettetek egész nap. Itt rányomtok, hogy add food,
tehát adjunk hozzá valami ételt, és itt mondjuk beírjátok azt, hogy banán, banána. Itt van például egy raw, ugye ez a nyers banán, friss banán, és van 25 millió fajta minden élelmiszerből. Beírjátok, hogy paradicsom, tomato, raw, nyers, ugye tartalmazza a cherry tomátot, fürtös paradicsomot, bármilyen paradicsomot. Úgyhogy itt például adjunk hozzá egy banánt, nyers banán, és akkor itt kiadja, hogy mekkora adagot adunk hozzá. Közepes, nagy, extra nagy, gramba is kírja, úgyhogy európaiaknak is könnyű, nektek is. TBSP, ugye tablespoon, az a evőkanál, akkor van a teaspoon, az pedig a kávéskanál. De itt van mindegyik gramba, igazából egyszer kell csak lemérni egy közepes banánt, vagy egy nagyot, és utána tudjátok, hogy mik körülbelül az adagok. Ez ugyanígy mindennel, egyszer kell csak megnézni, és utána már megy könnyen. Tehát, nézzük meg azért a reggelimet, ugye ez egy cantaloupe fresh, tehát egy mézdinnye, vagy sárga dinnye. Akkor 9 nyers banán, egy kis nyers saláta, egy kis bébispenót, 6 darab datoja, ez a mogyoróva, ebből csak ezt a Cliff Kid Organic-et találtam, nem pont azt, amit én használtam, de ez nagyjából ugyanaz, ez is 7 gram, chia seeds, ment bele egy kis kendermag liszt is, ugye darált kendermag, Pacific Celery Sticks, az ugye a zellerszár, puppy seeds, az a mák, kék mákot nem találtam, a kék máknak nagyobb a kálcium tartalma, organic cacao powder, ment bele egy kis kakaópor, egy kis lemmag, egyébként azt felváltva szoktam, tehát egyszerre nem szoktam kettőfélét, de most beletettem nektek, hogy azért lássátok, hogy ezt is lehet, azt is lehet, tehát vagy chiát, vagy lemmagot szoktam. Soya milk, édesítetlen, igen, sprouted brown rice protein, ez pedig a csíráztatott barna rizs proteinpor, amit hát elvétve szoktam használni, aki szeretne kiegészítőt, fehérjét, az nyugodtan ezt használhatja, mert nagyon jó, én ezt keményebb edzés napjaim után szoktam. Egy kis kurkuma is van benne, nagyon jól regenerálja az izmokat. Igen, utána ugye egész nap forrásvizet iszunk, itt is találtam egy forrást, majd elmegyek oda és megmutatom. A mai nap az ugye egy kicsit azért zsírosabb lesz, mint az átlagom szokott lenni, ez majd megjelenik a végeredménybe is, ez köszönhető nagyrészt ugye az avokádónak, amit én heti maximum kétszer szoktam enni egy egészet. Tehát azt sem viszem túlzásba. Akkor itt nyilván ezt az osztrák kenyeret nem találtam meg, amit itt sütnek a szomszédba, úgyhogy én egy hasonló rozs, teljes kiörlésű, napraforgó magos kenyeret raktam be. Itt a napraforgó mag is egy picit meg fogja dobni a zsírt. Nyers paradicsom, uborka, piros paprika, cukkini, ez már a vacsora, ugye? Az előző pár, ugye az avokádótól az elővacsorám volt, amit a videóban láttatok, és utána pedig következik a vacsorám, amiben pedig cukkini volt, ugye főtt cukkini, vagy párolt, de azt szoktam szinte nyersen is beletenni, tehát épp, hogy a végén egy pár percre kicsit megpárolgatom. Akkor az elején ugye megpörköltem egy kicsi napraforgó magot, nem olajat, itt teljes kiörlésű organikus penne tésztát sikerült találnom, ebből is ugye két adagot raktam bele, mert azért elég nagyot vacsoráztam. Ebbe is volt szintén nyers paradicsom, organic tomato, ez a paradicsom szósz, hagyma, ugye a felvágott hagyma, és végül ugye beletettem a lencsét is, mert tegnap például vacsoráztam a lencsét, úgyhogy ha már megfőztem, akkor lássátok azt is, hogy annak milyen tartalma van. Na, tehát ezek voltak a mai minden bevitt táplálékon, mennyiség és a többi. Itt lebontja kalóriába, itt mutatja, hogy mennyi kalória, de nem is ez lesz most a lényeg. Itt be tudjátok állítani az aktivitást, illetve hogy mi a célotok. Itt
Például, hogyha a non-romantek, tehát hogy semmi aktivitás, akkor ugye 1714 kalóriát ír ki, mert be van írva nekem a kiló, magasságom és a többi, hogy nekem mennyi az az a minimális, amit elégetek egy nap. Enyhén aktív, közepesen aktív, nagyon aktív, és akkor ugye látjátok, egyre jobban növekszik az a kalória mennyiség, amit érdemes bevinni. Most erre, hogy mennyit érdemes bevinni, erre azért vannak példák, ellenpéldák, amit majd egy videómban megmutatok, de egy előjáróba dr. Nguyen S. Amen Ra, aki egyszer eszik egy órában egy nap, és 1500 kalóriánál nem többet, és egész nap ugye átmeneti böjtöt csinál, ugyanúgy, mint a harcosok étrendjébe, de ő egy nagyon extrém változata ennek az egésznek, és egyébként szerintem nem viccelek, de előző életében egy egyiptomi pap volt, úgyhogy majd őről is csinálok egy bevágást. Egyébként ő az. Szóval, mi itt közepesen aktívra tettük a beállítást, mert azért mozogtam és sportoltam is, illetve egész nap én azért dolgozom, jövök-megyek, azért az elég aktív. De itt jön a lényeg. Ugye itt azt is be lehet állítani, hogy mi a célod. Ugye egy kis tömeget felszedni, természetesen izomba. Ez a cél, illetve itt pedig be lehet állítani, ez a legfontosabb, hogy milyen fajta diétát követünk. Paleo diéta, zóna diéta, magas zsírtartalmú diéta, ugye ketogenetikus diéta, vagy, amit én csinálok, ez a low fat raw vegan. Nyilván én nem vagyok raw vegan, de vegan. Tehát alacsony zsírtartalmú vegán, tehát növény alapú. Ez a 30 Bananas Day. Egyébként ez a Dr. Graham-nek a hivatalos diéta elnevezése. És itt van ugye az aránypár, 8-10-10, tehát 1-8-1, 1 protein, 8 szénhidrát és 1 zsír. És most jön a szép lebontás. Itt ugye látjuk a napi bevitt kalóriámat ebből a táplálkozásból. Ez most így hozzávetőlegesen, tehát plusz-minusz 200-at hozzá lehet számolni, mert én nem mértem ki minden gramra, de azért elég jól meg tudom tippelni, hogy miből mennyit viszek be. 1942 volt a bevitt kalóriámból csak a szénhidrát, ez ugye most 70% lett, ez most nem 80 lett, amint mondtam az avokádó és a napraforgó mag miatt, ezért fel lett tornázva egy kicsit a zsírom, de itt is az a lényeg, tehát nem kell betegesen minden nap a 80-10-10-re hajtani. Itt az a lényeg, hogy mondjuk egy ilyen havi vagy fél éves lebontásba azért a 80-10-10 jön le. Tehát nyilván vannak olyan napjaim, általában az az átlag, amikor ilyen 82 szénhidrát, 13, és akkor remélem jót fog mondani, 13 protein és 5% zsír. Tehát általában ez a normális, mondom, az avokádó miatt a zsír az meg lett egy kicsit dobva, a protein pedig 14%. Az aktivitás, az ugye általános aktivitás, 850 kalória, az ugye a plusz bevitel a napi átlaghoz képest, amit a szervezeted elhasznál, és itt van gyönyörűen lebontva, hogy miből vitted be azokat a kalória mennyiségeket, a proteint, a szénhidrátot, a zsírokat, és akkor itt van a rostanyag, a vas, kálcium, vitamin A, azt egy kicsit meghaladtuk, ahogy látom, 1115%-os, nagyon jó. Vitamin C, tehát ötször annyi vitamint vittem be C-ből, mint amit előírnak. Vitamin B12, és ez meglepő. Ez nagyon meglepő, és ezt figyelmetekbe ajánlom. Túlléptem, én, mint növény alapú vegán, akire ugye azt mondják állítólag, hogy B12 hiányban szenved, túlléptem a napi bevitt mennyiséget, amit előírnak. Itt gyönyörűen le van bontva az is. Ugye vizet is vittem be az is be lett írva. B1 vitamin, B2, B3, B5, B6, B12, folsav, vitamin A, vitamin C, vitamin D-re ugye 0%-ot ír, ami igazából azért van, mert nem tudtam napfénybe írni, de egyébként egész nap napon vagyok, úgyhogy a vitamin D-m is szerintem 500%-osan túl van teljesítve. Vitamin E, vitamin K, tehát majdnem minden vitaminunk bődületesen többségben van. Itt jönnek a zsírok, itt ugye 30%-kal megléptük a kiírt mennyiséget, ez ugye, még egyszer mondom, az avokádóék miatt vannak.
Az omega 3 az 262, az omega 6 53, igazából ez egész jó arány, majdnem mondhatnám, hogy papír alapúan tökéletes. Ugye a transzsírokat is sikerült egy 0,016 g-ot bevinni, ami nem a világ vége, ez a mogyoróvaj miatt lehetett. Igen, bár itt most mindenhol 0,000-t ér, mert szerintem annyira kicsi a mennyiség, hogy képtelen jelezni. Hát, azt hiszem, ennyit túlélek. Kálcium, réz, vas, magnézium, mangán. Van itt igazából mindent mutat, és hát ebből is majdnem mindent. Vagy többszörösen, vagy éppen hogy. Akkor a proteinünk. Hát, vittünk be bőven proteint is, 102 g proteint vittünk be, és abból megtalálható az összes eszenciális fehérje, az összes eszenciális aminó. Hát, itt az, hogy most nem írsz 100%-okat, hát emberek, 96, 93, 75, 70, ez tökéletes, tehát mindenből viszünk be. És koleszterin, ha-ha, hello, koleszterin nulla. És kaptam egy levelet egy nagyon kedves nézőmtől, akit az orvosok azzal riogattak, hogy nagyon, nagyon alacsony a koleszterin szintje, és hogy valami állatit kéne ennie. Tehát, oké, nem vagyok orvos, de ilyet mondani szerintem nagy felelőtlenség, hogy az alacsony koleszterin szintre együnk valamit, mert hogy szükségünk van az állati zsírokra. Tehát mi alapon? Tehát én ennek utána néztem, utána olvastam, és ez a tanulmány pedig azt mondja, hogy ha az LDL koleszterin szint alacsony, az örvendetes, és nincs is következménye ennek, hogyha alacsony értékeket mérnek, hiszen a koleszterin vegyületek ezen része egyáltalán nem is eszenciális a szervezet működésének a szempontjából. Tehát nincsen szükség minimum napi bevitelre, mert a szükséges mennyiséget az természetesen a szervezet is képes előállítani acetilkoenzim A molekulák segítségével. Ugyanis az LDL, az úgynevezett rossz koleszterin, van viszont a HDL koleszterin, amire szüksége van a szervezetnek, és ezt viszont nem állati zsírokból kell bevinni, ezt például rendszeres testmozgással feljebb lehet tornázni, illetve ugye a HDL koleszterin szintjét maga a dohányzás is csökkenti, úgyhogy ha dohányoztok, akkor ajánlatos arról is leszokni. És nem találtam rá semmilyen tudományos bizonyítékot vagy tesztet, hogy nekünk erre szükségünk van, mégis ennek a kedves nézőmnek azt ajánlották az orvosok, könyörgöm, akik orvosi diplomával rendelkeznek, hogy vigyenek be állati zsírokat, ami tudományosan bizonyítva elősegíti a cukorbetegséget, elősegíti ugye az érelmeszesedést, az érszükületeket, a szívinfarktust. Nagyon-nagyon figyeljetek arra, vagy gondoljátok meg, hogy kitől fogadtok el tanácsot. Hát ez a program, én szerintem egy nagyon jó kis program, ajánlom mindenkinek. Ugye a napi bevitt 2777 kalória, ez általában egyébként alacsonyabb nekem, olyan 2200 szokott lenni, de most azért belehúztam csak nektek, hogy lássátok, hogy azért nem szenvedtek a kalóriától, nem szenvedtek se a vitaminoktól, a fehérjéktől, ez szerintem egy tökéletes példa volt a mai napra, volt egy kis bűnözés is benne, úgyhogy hogyha ezért ennyit nem eszem, és esténként még fér belém, akkor szoktam enni egy kis mogyoróvajas kenyeret vacsorára. Úgyhogy örültem, hogy velem voltatok. Használjátok ezt a programot, mert nagyon jó, és sok sikert a továbbiakban. Nézzétek a következő vlogomat. Sziasztok!